Köszöntöm nézőinket, ez a Pápavárosi Televízió híradója kedden. Rendhagyó vetélkedőt szerveztek a Petőfi Sándor gimnáziumban a Petőfi 200 emlékév kapcsán. Az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályokba járó diákok vettek részt a megmérettetésen, melyen játékos formában adhattak számot tudásukról, illetve a szerencse is segíthetett a csapatoknak. A Petőfi Sándor gimnáziumban kiemelt figyelmet kap a névadó születésének 200. évfordulója. Számos programot szerveznek ehhez kapcsolódóan, amiből a két tannyelvű képzés sem maradhat ki. Ezt a vetélkedőt most a két tannyelvűs diákjainknak szerveztük, illetve mivel a Pápán működő két tannyelvű általános iskola, a Tarci iskolával egy együttműködési programban is részt veszünk, ezért a Tarciból a nyolcadikosokat hívtuk, és ők is néhány csapattal képviseltetik magukat. A vetélkedőn 3-4 fős csapatokban vettek részt a diákok. A kahutos válaszadásnál nem csak a pontosság, a gyorsaság is számított. Az emlékév kapcsán arra gondoltunk, hogy az angolosoknak, kifejezetten a két tannyelvűeknek kellene csinálnunk egy olyan versenyt, egy olyan vetélkedőt, ami nem igazán tankönyvszagú, mert abból már lehet, hogy a gyerekeknek egy kicsit elege van, hanem valamit, ami vicces, valamit, ami egy picit más, mint a többi. Voltak olyan kérdések, melyekhez nem ártott ismerni az iskola névadójának életét. Például, hogy Petőfi hány évig élt, hány gyermeke volt és hol írta a borozót. De voltak olyan kérdések is, amelyek nem igényeltek lexikális tudást, inkább egy jó tipp segített. Például ilyeneket, hogy nagyon fiatal a generáció, hogy melyik régi bankjegyen szerepelt Petőfi, vagy hányszor adta ki a tiszteletére bélyek sorozatot, illetve hány közterületet neveztek el róla, nem hiszem, hogy ez bármelyik gyereknek a saját tudásában benne van. Az angol nyelvű vetélkedőt egy 10. B-s csapat nyerte, Tóth Bora, Gergye Laura, Szent Miklósi Szonya és Bogdán Rebeka. Bognár Anita intézményvezető elmondta, hogy hamarosan a németesek is szerveznek egy programot a Petőfi 200-hoz kapcsolódóan. 2022. szeptembere óta szabad újra közlekedni a plébánia soron. A közlekedési rend szerint a főtérre csak a Szent István út irányából kisívben lehet behajtani. A Gróf út felől érkezőknek a balra nagyívben történő bekanyarodást a kiemelt sziget, a kresztábla és a felfestett záróvonal tiltja. Az elmúlt fél évben mégis több százan követtek el közlekedési szabálysértést azzal, hogy balra nagyívben kanyarodtak rá a plébánia sorra. Csak februárban 24 ilyen esetet rögzítettek a térfigyelő kamerák. A záróvonal átlépésével való megfordulás is jellemző szabálysértés a kastély előtti területen, ebből 9 történt a múlt hónapban. Többek között ez derül ki a közterület felügyelet havi összesítéséből. Ezek a jogsértések központi rendeletekben szabályozott, fix összegű bírsággal szankcionálandók. Tegyétek azokat az evés-ivás és az öröm napjaivá. Schmidt Orsolya, a Pápa és környéke zsidó kulturális hagyományőrző egyesület elnöke szerint az Eszter könyvében olvasható sorok magunkba foglalják a legvidábbabb zsidó ünnep, a Purim lényegét. Ez az ünnep 2017-ben évek után újra beköltözött a pápai zsinagóga falai közé. Idén is nevetéssel, játékkal és beszélgetéssel várták felekezeti hovatartozástól függetlenül az érdeklődőket. A zsidóság fizikai megsemmisítését tervezte a gonosz Hámán, ezt hiúsította meg Eszter királyné és nagybátyja Mordeháj. Ez a Purim ünnepének történelmi háttere, mely a legvidámabb zsidó ünnep. Azt gondolom, hogy az elsődleges, aminek örülhetünk, hogy újra itt vagyunk, és még mindig itt vagyunk. Ez a legfontosabb, és ezt kapcsolnám is Purim ünnepéhez, hiszen nagyon sok zsidó ünnepnél szoktuk elmondani, hogy ki akarták írtani a zsidóságot, vagy meg akarták ölni a zsidókat, ez nem sikerült, és akkor együnk. Tehát ez szokott lenni a jelmondat, és ez különösen igaz Purimra is. Ha párhuzamot akarunk vonni, akkor a Purim a zsidó farsang, hisz jelen van a vidámság, a finom ételek, italok, valamint a maszk, az állarc. Tulajdonképpen ennek az a magyarázata, hogy Eszter könyvében, az Eszter történetben az örökkévaló neve nem szerepel. Egyáltalán nem jelenik meg, nem hangzik el. De ennek az a magyarázata, hogy az örökkévaló ott van, jelen van, csak éppen elbújt, állarcot vett, jelmezbe öltözött, tehát a háttérből most is ő irányítja a cselekményeket, nem jelenik meg, ezért öltözünk mi is be, és ezért lehet állarcban és maszkban jönni. Az ünnepre ezúttal is megtelt a zsinagóga, nagyon sok fiatal is volt.
A Purimhoz különféle kötelezettségek is tartoznak. Az első, hogy meghallgassák a résztvevők Eszter Tekercsének közösségi felolvasását. Így volt ez most is, a Zsidó Egyesület tagjai olvasták fel a rövidített változatot. A felolvasást követően volt közös ének is. Egy másik előírás az ajándékok küldése, és szintén kötelezettség az adomány, s a legkellemesebb kötelezettség a purimi lakoma. Ennek is eleget tettek a résztvevők. Március 10-e a beporzók napja, amely felhívja a figyelmet a beporzást végző rovarokra. A jeles napra idén a Kékfestő Múzeum egy családi rendezvénnyel készül. Szombaton egész nap várják az érdeklődőket, kézműves foglalkozással, mészkóstolással, előadással. Növényeink jó része rovarbeporzású, ezért ha szeretjük a gyümölcsöt és szívesen nézegetjük a virágokat, akkor bizony azokra is figyelnünk kell, akik biztosítják ezt számunkra. A beporzásról először a méhek jutnak eszünkbe, de nekik van külön világnapjuk. Március 10-e a többiekről szól. Tehát az összes repülő, hátyás szárnyú rovar, mint beporzó, vagy akár a bogarak, mint a katicabogár, minden állat, ami valamilyen módon találkozik a virágokon lévő virágporral, akár a hangyák is, de még rágcsálók is, vagy csiga elviheti egyik helyről a másikra ezt a virágport. Március 11-én szombaton lesz virágpor és mészkóstoló, valamint egy érdekes előadást tart Tóth Péter szaktanácsadó. Mindent elmond ezzel a témával kapcsolatban, hogy hogyan vigyázhatunk ezekre a beporzókra, hogyan segíthetjük a mindennapi munkájukat, hogy egyfajta biológiai egyensúly megőrzésére törekedjünk. Tehát ez nagyon fontos. Szombaton egész nap 9-től 17 óráig várják az érdeklődőket. Bármikor érkezhetnek a családok, a kézműves foglalkozás is egész napos. A március 11-én megrendezendő családi napunkon a vendégeink készíthetnek méhecskét kaptárban, pillagos forgót, méhbölcsőt, vagy rovarszállót, ahogy másképpen is mondjuk, és eporzó rovarokat. Március 11-én minden érdeklődőt szeretettel várnak a Kékfestő Múzeum foglalkoztató termébe a beporzók napi rendezvényre. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, a folytatásban pedig a holnapi időjárásról hallhatnak. Szerdán derült idővel indul a nap, majd napközben megnövekszik a gomoly és fátyol felhőzet, de csapadék nem várható. A pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint a déli-délnyugati szél a déli óráktól megerősödik. A délutáni maximum hőmérséklet 10-12 fok körül alakul, estére pedig 7-9 fok várható. Kedves nézőink, ez volt a Híradó kedden itt a Pápavárosi Televízióban. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!